6-os között van, azt mondta az övé. Ez ott van tulajdonképpen kívülről, ahol van a lottós, és van az a kis folyosó a blokk alatt, hogy átjössz. Igen. A telefonos élelmiszerrendelések kiszállításáról egyeztetnek ennek a nagyváradi boltnak a tulajdonosai. Az elsők között voltak, akik önkéntesen felajánlották a házhoz szállítást. Azért döntöttünk úgy, hogy segítsünk az időseken, meg akiknek kicsi babájuk van, hogy ne kellesen kijöjjenek az utcára, hogy evel meggátoljuk a koronavírus terjedését, hogy minél kevesebben járjanak az utcán, főleg az idősek, hogy ne kellesen kijöjjenek a házból, és segítünk, hogy házhoz szállítsuk nekik az élelmet. Meghoztam a rendelést, amit tetszett rendelni házhoz. Felviszem, jó? Az idősek nagy része megértette, hogy jobb, ha lakásában marad, ezért többen tartós élelmiszert, lisztet, kenyeret, háztartási cikkeket rendeltek. Nagyon szépen köszönöm! Örülünk, hogy tudtunk segíteni. Ez az egyedülálló idősasszony a Caritas Katolika segélyszervezet munkatársainak segítségét kérte, mely szervezet önkéntesei szintén házhoz vitték az igényelt cikkeket. Hála az Istennek, hogy tényleg már kaptam, és segítettet engemet is valaki, mert már ez a harmadik hét, hogy bent vagyok. A Caritas további önkénteseket toboroz, hogy minél több idős emberhez eljuthasson. Nekik ez egy biztonságot jelent, hogy van egy telefonszám, amit felhívhatnak, és igen, akkor kimegy egy önkéntes, visz egy kis bevásárlást is, vagy segít valamiben, de egyrészt elbeszélget velük, megnyugtatja őket, egy kicsit a helyzetet tisztázzák, a fejleményeket, és tudják, hogy nem van, hogy érzik, hogy nem nincsenek egyedül. Az Együtt Vagyunk platformot a nagyváradi civil, egyházi és érdekvédelmi szervezetek hozták létre. Ide bárki feliratkozhat, aki segítséget tud nyújtani, vagy segítséget kér. Az online élményalapú oktatásban ad segítséget a Grundschool közösség. Ennek lényege, hogy a gyermekeket, kisiskolásokat családi körben oktassák, neveik a szülők segítségével. Minden nap felkértünk egy tanítónénit, aki segít nekünk, minden nap összeállít egy feladatsort, hogy a gyerekek tudjanak otthon is tanulni. Illetve meghirdettük az első online táborunkat, ami nekünk is nagyon nagy kihívás, mert ilyet még sosem csináltunk. De azt gondolom, hogy a szülőknek vagy a családoknak most az segítség, hogyha a gyerekekkel tényleg foglalkozva van. Az önkénteseket toborzó platform az Összefogás Nagyváradért Egyesület kezdeményezésére jött létre. Azzal a céllal hoztuk létre, hogy a koronavírus járvány idején hatékonyan tudjunk segíteni azokat, akik erre rászorulnak Nagyváradon. Az együttvagyunk.ro online platformon lehet regisztrálni, lehet segítséget kérni, de segítőként is lehet jelentkezni. Az egyházközségek rendszeresen online bibliórákat és szentmiséket tartanak, a Nagyváradi Szigligeti Színház pedig az elmúlt időszak legnagyobb közönség sikernek örvendő előadásait ismétli közösségi felületein. A következő időszakban további önkénteseket és civil szervezeteket várnak. A platform minél hatékonyabb működtetéséhez, mely a bihari magyar közösség összetartozását tartja kiemelt fontosságú céljának.